Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak? Ficsor Zoltán, azaz Fifika. És Pifko Krisztián, alias Mujó. És majd aztán még jönnek a siserehad a háttérben, a macska, a kutya, a madár. A Hitchcock-féle madarak, igen. Macska talált más elfoglaltsága. Nem úgy lekötném magát a madarakkal. Szerintem... Tudtam, ez még ilyen visszatérő vendég lesz nálunk, mint a kopogó szellem. Mi helyzet, fiúk? Én momentán egy bozi nagy hideg görög dinnyét hagytam a hűtőbe benn, csak hogy podcasten lehessek. Az jó, mert Krisztián meg utána fog enni. Én meg akkor folytatom ezt a vonalat, én előtte ettem két cső frissen főtt kukoricát, úgyhogy hiába, tudod, az a kukorica, amikor hiába hűtöd le, berakod egy kicsit a vízbe, de a kukorica szemekben a víz, az kurva meleg, és mikor elharapod, és kipattan a szádra, abba a pillanatban leégeti, nem lehet jó lenni sehogy. Hát meg utána... Mert koil van tekerve a kukorica szemek közé. Is. Kúrókoil. A legfinomabb kukorica akkor is a bébi kukorica, ami még teljes, az olyan ritkán lehet hozzájutni. De vetted már észre, Charlie, hogy a Krisztiánnak ilyen problémái vannak? Milyen problémái vannak? Érted, most meg egy fiatalkorú kukoricákkal veszi körbe magát. Azaz, nekem semmi se szent. Ezért explicit a tartalom nálunk. Hát igen. Érted. És még ha meg is cukrozza a bébi kukoricát, ó, Jézus, miért cukroznám meg? Tök ezt édes. Akartam mondani. Tessék, ki mondta? Látod? Ezt szerettem. Édes bébi kukoricákkal álmodik. Más sorrendben összevágjátok a szavaimat, és egész. És ebből lesz a büntető feljelentés. Jó, én már félig átmentem nyaraló üzemmódba, úgyhogy én most nagyon készülök nyaralni. Az jó, mert hétvégére mondják megint a kánikulát, 40 fokot, úgyhogy 1000 faktoros naptejet bekészíteni, mert gondolom te is ilyen IT-sra vagy barnulva még jelen pillanatban. Hát jó, jobbára igen. Uh-huh. Úgyhogy mi múlt hétvégén, meg azelőtt hétvégén voltunk lenne a Balcsin, de tényleg ez a bemész a vízbe 10 percre, kijössz, aztán este már húzódik a testeden a bőr. Úgyhogy az nem volt olyan funny. Na én meg tegnap, képzeljétek el, fölraktam az ájt hirdetni, aztán mindent összefújt a szél, amit el tudtok képzelni. Tehát volt, aki megmondta, hogy ő maximum a tizedéért vinné el. Volt, aki... Hogy mi? Kimertem írni, hogy mennyi az ára. Maximum a tizedére. Hát mondom, akkor irány a kínai piac, azt ott lehet alkudozni, meg egyébként megvenni azt, ami annyit ér. Ez meg nem. Hát, ha jön valami új mod, kacsintós smiley. Valami... Ehhez szívott készlet racionalizálásnak. Hát persze, mert akkor így a balansz az megvan, tehát nem lesz több, nem lesz kevesebb, gyakorlatilag olyan, mint a semmit nem csinálnék. Igen, ez a hardware megmaradás törvény, a hardware nem vészelt. Én is így csináltam régen a számítógépenkkel, és itthon csak nézett mindig a család, ennek mindig a legújabb gépen, hogy csinálja ezt? El kell adni időben az alkatrészeket. Tudod, erre jön, mindig szembe találkozok azzal a bejegyzéssel külföldi fórumokon, hogy a macska belenyávog, igen. Külföldi fórumokon van ez a kép, hogy legnagyobb félelmem, hogy a feleségem annyiért fogja eladni halálom után a módjaimat, mint amennyit mondtam neki. Amennyit mondtam neki. De ez még a régi számítógépes korszakban ment, de most már a laptopok korában sajnos ez a játék már nem működik. Nem is értem, hogy tudod eladni nálunk. Mi a másik vonalat képviseljük ebben a történetben. Hogy nálunk meg ez a generációkon keresztül görög lefelé, és ajándékozódnak el az egyel korábbi hardverek. És még így nagyjából évtizedekre visszamenőleg valahol valakinél megvannak a régi gépeim, mint amit
Azért nem jó az egyébként, mert azt hiszik, hogy az eladással a support költséget is kifizetik, és azt én nem szeretem. Telefonnal képzeld, egyébként képzeld pont így el, vagyok. Mondjad. De telefonnal pont így vagyok, tehát az én telefonomat a sógornőmnek, meg az ismerősömnek, ergo körülbelül jó áron tudtam, tehát nem húzom azért a saját sógornőmet, de hát az nem az volt, mint a kufárkodós topikokban, hogy mennyit öngetsz a feléből, hanem ott azért az árért meg lehet tőle szabadulni, ezért mondjuk jó így családon belül, hogyha valakinek megfelel az a dolog. Krisztián egyébként teljesen kiesik ebből a bizniszből e-cigi fronton, hiszen ő ez a kemény vonalas hardcore meha figura, aki 5-6 évig el van tök jól egy készülékkel, és aztán egy ugyanolyan újabb készülékre cseréli. Igen, márka hű vagyok, de nekem nem hiányzik ez a seftelés, mondjuk sosem volt érzékem hozzá. Én mindig úgy voltam vele, hogy amikor én akartam valamit venni, használtam valakitől, akkor kurvára nem tudtam alkudni. Mert ilyen kényszerbe voltam, hogy már pedig nekem az kell, tetszik, vagy valami, és akkor meg kell venni, mert különben nem adta oda. Mikor meg én akarok eladni valamit, akkor bazd meg, a gatyát is lealkudnák rólam, és én vagyok a köcsök, hogyha nem engedek, vagy a nyakamon marad. Tehát ez én nem tudom sose, hogy ez hogy működik, vagy ez rá van írva a homlokomra, hogy tőlem lehet alkudni, csak én nem tudok normálisan jó áron venni semmit, úgyhogy... Nem, ez egy skill, de akkor ezek szerint belőled is hiányzik. Én se lefele, se fölfelé nem tudok alkudni. Nem is szeretek. Vegyél tőlem valamit, engedem, hogy fölfele alkudj. Mit szólsz hozzá? Én találkoztam olyan eladóval, aki lefele alkudott nekem. Értem. Az érdekes. A vérében van. Egy szót nem szóltam, csak néztem, és akkor nem is tudom már, amikor a felénél jártunk, akkor mondtam, na jó, legyen. Oda akartam kiukadni az előbb, hogy nekem még van olyan kompak egybe monitoros 486 DX-es gépem, amit 486 DX 100-ra bővítettünk. Azt hiszem az volt a P1-jel nem is tudom azonos sebességű 486-os vagy 586 DX-re, én már nem is emlékszem, csak azt lehetett bővíteni. 80 megás Winchester van benne, a mai napig működik, a Doom fut rajta. 80 megás? Igen, 80 megabájt. Egészen elképesztő. De az még az a, hogy hívják, az a fél háztömnyi MFM-es vinyó. Hát azt hiszem az első AT-s vinyók egyike volt. Bebútó róla a DOSZ, igaz, hogy már most látványosan lassan, de elindul rajta a régi Norton, illetve nem is Norton, de Norton van rajta. És akkor a gyerekek még mindig valahol játszanak rajta a jó öreg Doom 1-2-vel. Nyithatnál az utcafront felé egy ilyen retro gaming arcade bizniszt. Egyébként most erről jut eszembe, hogy nem tudom, néztétek-e a Facebookon az üzenőfalamat, tegnap este találtam, és ennél old school-ságabb nincsen, amikor a Commodore azt mondja, hogy kijövök egy 5,5 colos nosztalgia powered smartphone-nal. De az mitől nosztalgia? Hát, hogy Commodore, bazd meg. Ja, hát ennyi. Nem attól. Nézd. Nem, persze, ott van a leírásában. Emulátor van a, rajta. Igen. Az emulátor, várjál, mit ír? Charlie, így viszket a hangod. Az én hangom nálam nem is viszket, maximum a ti fületek. Nem, nálam is ez volt. Nem tudom, mi bajotok van. Azt mondja, hogy $300, lépjetek már túl rajta. $300 a 16 gigabájtos. Meg kell cserélni, 300 000 többé van, sokkal. De az androidos, Charlie, hát nem is értettem, hogy mit izgulsz rá. A hátlapot. Meg hogy akkor úgy foglak majd téged fölhívni, hogy load idézőjel, mújó idézőjel, vessző 8, vessző 1.
Hogy honnan töltöd. Hát floppy-ról honnan, hát gazdag gyerek vagyok. Floppy-ról. Hát miért nem kazettáról? Hát a kazetta szegény gyerekek játékszere. Nekem nem dobogtatta meg ez a Commodore-os telefon a szívemet, bár egy jó kis androidos készüléknek tűnik, mondjuk nekem sosem volt Commodore-om, úgyhogy nekem ez kimaradt. Nincs nosztalgia feelingem vele kapcsolatban. Hát nekem volt. Ez akkor lesz jó, hogyha rengeteg ingyen játékot tudnak hozzá adni. Meg majd külön interfészt, amivel a telefonra rá tudod dugni a szalagos egységet mondjuk. Az milyen lenne már, nem? Tehát egy ilyen mikrokazettás. Nem, de tudod, az a... Dataset. Az a Commodore-os kazetta lejátszó, tudod, az a, aminek minden része le volt kerekítve, mint egy szappan. Olyan... Az. Oh, ilyen old school. Mondjuk nekem plusz 4-en volt, de hát a tartozékok ugyanúgy néztek ki. És akkor lehetne hozzá még egy Seiko nyomtatót, tudod, azt a 9 tűset, ami... Persze. Emlékszel rá? Sőt, nekem... Newsroom-ma újságot szerkesztettünk. Még volt olyan munkahelyem, ahol ilyet használtunk, mert ez az elnyűhetetlen kategória volt. Ott áll... Nem lehet egy gyújtani a fejéről. Igen. Videóton TV pingpong, urak, videóton. Az abszolút be nem jött történetek kategória. Jaj, megkérdezte valaki a Facebookon, tegnap éjszaka, hogy honnan jött ez a történet. Úgyhogy elmeséltem neki, hogy történet. És akkor most már ő is tudja, képben van vele. Na, kezdjük a híreket? Kezdjük a híreket. Yeah. Hát ez, még mindig nem tudom megszokni, hogy ilyen profik vagyunk. Na. Nem lehet vele betelni. Kezdjük akkor a legelsővel. Ugye az a te híred volt, Mujó, hogy dobogós lett az FV. Az az én hírem, igen. Na, mesélj róla. Az angol eSig Directory nevezetű weboldal csinált egy közvéleménykutatást többféle kategóriában, hogy 2015-ben a legjobb ezek azok amazok mik voltak. Közösség egyén, közösség fórum, közösség Facebookon, közösség szervezetek, blogok, YouTube videók, liquid brandek, ízek, hardverek, blablabla, minden. De ez ilyen közösségi szavazás volt, vagy ők döntötték el? Aha. Ez egy közösségi szavazás volt, és az lett a vége, hogy szervezet kategóriában első helyen végzett a Totally Wicked az Article 20 megtámadásaért indított kis kezdeményezésével, és második helyen végzett a szép emlékű FV kezdeményezés. Dobogós lett az FV. Fuck yeah. Ja, és a harmadik lett a Kaza. Igen. Ja, azt hittem, hogy az ECF Fekete Fórum. Nem. Hát ne röhögjünk, ez sajnos szomorú. Hát viszont, hogy a blog kategóriát a Tod nyerte, mondjuk UK, tehát... Hát tudtam volna, igen, tudtam volna én mást is mondani, ami nem amerikai, és mégis jó pofaság, hogyha már ilyen személyes blog, vagy mit tudom is én. Krisztián, erről a Vampire Vape-ről tudsz valamit? Én az ég egy ott a világon semmit. Ez ízbe, brandbe verte ott a mezőnyt, ahogy nézem. Nekem sem ugrik le. Charlie, a házi feladat, szerez Vampire Vape Liquidet. Vampire Vape Liquidet. Jó, a liquidre majd később kicsit kitérünk, mert épp ma voltunk teszt, hát akkor már kitérek most egy ilyen kis kitekintővel. Voltunk ma liquidet tesztelni. Az egyik angol cég küldött a liquidek Mercedesét a Five Pawns-tól és a Suicide Bunny-tól. Aztán ezt majd a videóban kibeszéljük, nem csak én. Úgy gondoltuk, hogy ez úgy komplex és úgy hiteles, hogyha nem egy ember nyelve, íze, hegye dönti el. Úgyhogy hárman teszteltük a liquideket, és
és ez az, amit majd megvágunk, aztán később közzéteszünk. És pont ezekkel a likvidekkel voltunk egyébként befűrödve, mert ezt majd a videóban kibeszéljük, jó, hogy diacetiles sztori is felmerült ezzel kapcsolatban, de mindent majd annak a helyén. Úgyhogy hirtelen ennyi jutott eszembe a likvid vonalon, egy kicsit így elúszkálva a témán, de két dolog van, ami még restanciánk van, jó, és mind a kettő hozzád köthető. Az egyik az a légiós futás, azt most még így az adás előtt... Akkor három. Légiós futás? Légiós futás? Hát igen, ne felejtsük el, ahogy én elfelejtettem, hogy e hét szombaton lesz Andor és Vidám kompániájának izmoktól dúzadó légiós futásos futama, ami kapcsán nekem sajnos szószegővé kellett válnom, mert én úgy elfeledkeztem a pontos dátumról, hogy rászerveztük a családi nyaralást, úgyhogy mégsem lesz módomban személyesen szurkolni nekik, pedig nagyon-nagyon-nagyon így terveztem, de sok sikert, srácok, és mossatok le mindenki mást. Gőzlér Páver. Ennyi. És a másik pedig, az nem is ilyen, az csak egy... A múlt hétről ugye... Fennmaradt kérdés, ugye... Volt a kérdés, hogy mi újság Ausztriában, és megérdeklődtem az osztrák gőzléreket, hogy mit kell most tudni Ausztriáról, és elfogadták Ausztriában azt a törvényjavaslatot időközben, ami kimondja, hogy azokon a helyeken, ahol dohányozni nem szabad, ott elektromos cigarettázni sem szabad, úgyhogy egy ilyen nagyon barátságtalan környékké vált Ausztria ebből a szempontból a gőzlérek számára, úgyhogy ha valaki oda megy és nem akar bírságot, akkor ne feledkezzen el róla, hogy ahol dohányozni nem szabad, ott most már Ausztriában elcigizni sem szabad. A közterületen pedig... lehet náluk egyébként elcigizni, dohányozni? Amikor én utoljára arra jártam és dohányos voltam, akkor lehetett, de ez nem most volt, úgyhogy nem tudnám megmondani neked, hogy mezei sima közterületen szabad-e. Ezt nem tudom. Mert akkor marad a saját lakás, bérlemény és az autó gyakorlatilag. Azok biztos pontok, igen. De lehetséges, tehát annyira nem volt nagyon ilyen dohányzás ellenes durvulás, amikor én arra jártam, az nem tudom, én 5-6 éve lehetett. De tényleg nem akarok hülyeséget mondani, akár is lehet. Ha senki nem dohányzik az utcán, akkor ne is gőzlérkedjetek. És mi volt a harmadik? Még nincsen vége a holminak, mert hogy még annyit kell tudni Ausztriáról, a TPD-ről és a TPD fejlődéséről és vonzatairól egyelőre még nincsen hír, az úgy lóg a levegőben, mint ahogy itthon is. Viszont volt náluk még egy ilyen csavar, hogy megpróbáltak egy ilyen ottani trafikmutyi hadműveletet végezni az elcigi hardverekkel és likvidekkel, megpróbálták keresztül nyomni, hogy kizárólag hivatalos dohányboltban, trafikban lehessen árusítani ezeket a készülékeket. Ezt aztán az osztrák forgalmazók megtámadták, és a legfelsőbb bíróságig jutott az ügy, és végül az osztrák legfelsőbb bíróság kimondta, hogy a forgalmazóknak van igazuk, és abszolút nem szabad kizárólag a trafikokban forgalmazni az elcigis dolgokat, úgyhogy a forgalmazás az továbbra is megmaradt normális keretek között. Hát idézőjelben ezt a normális keretek között. Hát már amennyire normális, igen. Na és most jön a harmadik. A melyik harmadik? Mondtad, hogy három elmaradásod van, ez volt kettő. Ja nem, akkor csak kettő van. Azt hittem, hogy a kettes pontra gondolsz, mert hogy azt is ja, én nem pakoltam be. Jól van. Akkor egy kis összekavarodás volt itt a fejemben. Ja igen, elfelejtettem sorrendbe rakni, azt akkor most megteszem. Ja, de volt még egy. Na, Lindsay akkor szedd össze magad tényleg, igen. Jól van. Lindsay Sterling koncerten jártam, és a múlt héten tévesen azt mondtam, hogy nem történt velem egész héten semmi, ami egy nagy valótlanság volt, mint kiderült, mert előző hét végén voltam szombaton Lindsay Sterling koncerten a Budapest sportcsarnokban, amit a fiatalabbak sport, mi Papp László sportarénak ismerhetnek. És ez egy nagyon-nagyon fenomenális amerikai hegedű művész hölgynek volt a kis koncertje, aki a YouTube-on lett híres, és zseniálisan jó volt a koncert, és hatalmas inspiráció volt, és Ihály Csuháj.
Akkor közelebb vagyunk most már a saját intrónkhoz? Nem. Hát napra közelebb jutunk a saját intrónkhoz. De még nem kaptál semmiféle ilyen ütletet a hegedű művésznőtől, tehát nem csápolta neki, hogy te figyelj, az intrónk, na, vagy valami. Lindsay, írj már nekünk egy intrót, légy szíves. Nem, ilyen nem történt. Na, akkor menjünk tovább szerintem a második pontra. Azt ki rakta be? Azt én raktam be, úgyhogy meg ki fog száradni a torkom teljesen. Jó, akkor mondom én a harmadikat, és addig kortyolhatsz. Jó, köszi. A következőbe botlottam, iszom. BBC.com-on jelent meg egyébként a hír. Az e-cigi, nem az e-cigi, hanem az e-cigi töltő által okozott tűzesetek kapcsán kiadtak egy biztonsági figyelmeztetést ezzel kapcsolatban. A elektromos cigaretta töltők tűzveszélyességére vonatkozóan ők azt mondják, valahogy ezt megállapították, hogy az elmúlt két évben körülbelül 100 tűzesetet tudnak az elektromos cigaretta töltők hibájához kötni, és nem azt mondják, hogy az e-cigarettával van a baj, hanem azokkal a utángyártott töltőkkel, kínai töltőkkel, nem ahhoz való töltőkkel, nem kompatibilis töltőkkel, amik akár mondjuk a túltöltésért lehetnek felelősek, nem megfelelő áramerősséggel töltenek, nincsen benne olyan védelmi mechanizmus, és ez okozta a baleseteket. Azt írja a cikk egyébként, hogy ugye most, hogy ez a százas nagyságrend két évre vonatkoztatva, akkor ez úgy oszlik meg, hogy 2013-ban több mint 40 volt, 2014-ben 60-as nagyságrend volt. Tegyük mellé azt a számot, hogy ez az Egyesült Királyságban készült ez a felmérés, és becslések szerint több mint 2 millióan használják ott az e-cigarettát, tehát a 2 millióhoz képest azért ez a 100 két évre levetítve nem rossz egyébként. Az semmi. De akkor is létező probléma, és ugye akkor felsorolják ezeket a meghalt egy ember, miután felrobbant a töltés közben az e-cigaretta, és a többi. Fénykép is van mellette, hogy néz ki egy ilyen leégett töltő, és jó tanácsokkal kívánnak szolgálni, amit mi is megfontolásra azért közzéteszünk mindenkinek, tehát mindig a megfelelő töltőt használja az ember, lehetőleg azt, amit hozzáadnak a készülékhez, kövesse a gyártó utasításait, soha ne töltsd az akkumulátort úgy, hogy sérült az akkumulátorod, amit már Blackivel is beszéltünk, hogy leejted az aksit, nem látszik rajta semmi, egy picit be van nyomódva, de ezek rohadt vékony vezető rétegek, amik ott esetleg mondjuk rövidre zárják saját magukat, tehát sérült aksit ne töltsél. Ne dugd a töltőt olyan hálózati abba a fali ajzatba ne dugjad, ami nincs jóváhagyva, nincs rajta CE jelölés, vagy nem ahhoz a töltőhöz passzol. Azt mondja, hogy ellenőrizd az akkumulátor töltöttségi szintjét, nézd meg, hogy esetleg az akkumulátorod védett vagy védetlen, tehát rendelkezik-e valami védelemmel túltöltés ellen, ne töltsd túl, hogyha teljesen feltöltődött az akkumulátor, akkor nem a töltőben kell pihentetni, hiszen van olyan töltő, ami utána nem áll át üzembiztosan csepptöltésre vagy szinten tartásra, hanem tölti, amíg benne van, tehát vedd ki, hogyha feltöltődött. Ne hagyd felügyelet nélkül az akkumulátortöltődet, gyengébbek kedvéért mondjuk ne tedd föl éjszakára úgy, hogy utána lefekszel aludni, vagy mondjuk elmész otthonról. Ne használd nedves környezetben, és mikor rátekered mondjuk az egóra a
a porlasztódat, akkor úgy tekerd rá, hogy nem barom módjára ráhúzod, mert akkor lehet, hogy azt a kis inzulátort, ami a pozitív és a negatív között van, ezt egy idő után itt szétcsavarod, elgyengíted, és rövidre zárod utána a plusz-minusszal, tehát erre hívják fel a figyelmet ebben a cikkben. És akkor most ugorhatunk vissza a tiédre, Krisztián, hogyha megnedvesítetted az ajkaidat. Meg én. A British American Tobacco tudósai karöltve a Marshall nevezetű céggel. Rosszul indul, de egyébként nem annyira rossz. Nem annyira rossz. Végeztek, sőt, mi az, hogy nem annyira rossz, zseniálisan jó kis kísérletet végeztek. Építettek egy emberi légzőszervi 3D-s modellt, ami eléggé érdekesen hangzik. Ez arról szól, hogy tüdő és légúti szöveteket tenyésztettek ki laboratóriumi körülmények között, és aztán ezt fölvitték rétegekben egy a légutak és a légzőszerv alakjának megegyező modellben, és hozzá passzintottak egy Vitrocell nevezetű dohányzó robotot, ilyen is van dohányzó robot, ami azt imitálja, ahogy a dohányzás során hát nyomatja lefele a dolgokat a tüdő felé. Na és aztán ezt küldték meg cigarettafüsttel ezen a dohányzó roboton keresztül, illetve kétfajta elektromos cigi kombóval szintén. És óránként vizsgálgatták a sejteknek az életképességi mutatóit, és 6 óra után elértek oda, hogy 6 óra, ez nagyon-nagyon koncentráltan, tehát ne úgy képzeljétek, mint hogyha csak úgy az ember gőzölgetne vagy dohányozgatna, hanem ez a robot, ez brutális koncentrációba, ipari módon tolja befele a... Ez egy hivatásos láncdohányos volt. Igen. És 6 óra ilyen körülmények után a dohányfüst mellett 12%-ra esett vissza a légzőszervi és légúti sejteknek az életképessége, ami közel teljes sejthalállal egyenértékű. Ez a dohányfüst, ezzel szemben az elektromos cigaretta párájának, gőzének vizsgálata során 6 órával később semmiféle káros elváltozást nem fedeztek fel, körülbelül pont úgy néztek ki azok a sejtek, leginkább az hasonlított, mint amikor levegővel fújatják az egészet, mint amikor a levegővételt próbálják szimulálni. Úgyhogy ez egy dacára annak, hogy a BAT-hoz köthető a dolog, egy nagyon érdekes és szerintem egy nagyon pozitív kis fejlemény. Pozitív. Biztos vagyok benne egyébként, hogy a dohánycégek ezekkel a fajta kutatásokkal föl fogják tornázni az e-cigaretta népszerűségét. Én nem vagyok abban biztos, hogy azok föl tudják tornázni a népszerűségét, kiindulva abból, amit Blacky is kitett egy videót a Blue Sigről, azt nem tudom, láttátok-e? Most így nem ugrik be. Mostanában volt szerintem egy bluesiges videó, elment, nem is tudom már, hogy benzinkúton vagy trafikban vett egy ilyen készletet, ami már olyan patron volt, ami majdnem, hogy kompatibilis a törvénnyel, nem lehet felújítani, tehát nem, és ráadásul ez ilyen, ugye egy szivárgás biztos legyen, felső fűtőszálas, nem tudod letekerni, nem tudod kicserélni, kompletten az egész tartályt, patronostól, mindenestől kukázod, azt mondja rá a Blue, hogy 10 alkalom, és akkor utána csere. És mondta, hogy a liquid az egy az egybe valami kínai hangzára hajaz, ilyen mogyorós, száraz utánérzéssel. A gőze az, jó, hát most én azt mondom, hogy ő azt mondta, hogy kevés, de abból kiindulva, hogy a cigarettának ugye mennyivel kevesebb, ahhoz képest meg elég, de az akkumulátor kicsi volt, a töltése az bugyuta, egy ilyen kis pici rövid töltővel megoldva, a kipróbálta egyébként más készüléken, tehát VV készüléken, egy spinneren kipróbálta a kazánt, úgy már egy picit jobb volt, de
de botrány volt az a készülék, és ugye mellé ugye a cseppmentest azt úgy értékel, mint amilyen neked a flakonod, ez a kis hosszú tűhegynyi vékony cseppentő szárral értékel gyakorlatilag azt, hogy akkor ez így cseppmentes lesz. Nem volt túl nagy véleménye róla egyébként Blackinek. Úgy érzem, hogy a végén csak azt nem mondta, hogy kibasztam az ablakon 20 fontot, vagy nem is tudom már, hogy mennyi volt. De hogy jön ez a kutatáshoz? Ezt én sem értem így most. Mert mondtátok a izét, mondtátok, hogy mekkora bizniszt látnak ebben a dohányipari cégek, és hogy majd ők beszállnak a bizniszbe. Hát ez is egy dohányipari cég által előállított cigaretta, vagy elektromos cigaretta volt, ami tényleg egy ilyen 4-5-6 évvel vissza dobott minket az időben, egy kis retrospektív volt az egész. Charlie, ez szerintem nem erre gondolt. Semmi probléma nincsen. Szerintem Fizika arra gondolt, hogy annak örülünk, hogy ezek a jó anyagi háttérrel és felszereltséggel rendelkező cégeknek a kutató részlegei, tudományos kutató részlegei beszállnak az e-cigaretta kutatásába. És igen, de attól, hogy beszállnak, semmi nem történt. Ennyi, amit most látunk. Én ezt nem gondolom, hogy semmi nem történt. Egy remek tanulmány. Ilyen komplex kísérletet én azt gondolom, hogy még senki nem állított össze, amit ők most itt összedobtak. De nem érted, ez mit nem mondok. Igaz, mert Farsalinoszlopi ezt csinálja régóta, csak én azért örülök ennek, mert hogy végre nem csak az a néhány magányos partizán a tudományos körökből az, aki ezt kergeti és kutatgatja, hanem szépen rendes felszereltségű laborok más oldalról is elkezdik nézegetni ezeket a dolgokat. De Krisztián, nézd már meg a kurva kísérletnek a kiinduló pontjait, hogy leszámolható volt a sejtállomány, hogy a robot mérhető módon ugyanannyit cigarettázott, gondolom a vépelés is így ment, tehát minden hihetetlen. Igen, hát ez egy nagyon módon. Jó, de akkor én máshogy mondom, tehát nekem az a meglándásom, hogy ez semmi más nem volt, csak csontot dobtak a kutyák elé. De Charlie, ez azért hülyeség, mert akkor ez ők is be akarnak ilyen, nyugodjál vele. Én nem vagyok hajlandó ilyenekbe belenyugodni, mindenki de azt csinál. De a dohányosok felől közelítik. De mindenki meg azt csinál, amit akar. Én ezt látom egyébként, hogy aki vaper lesz, meg aki... Aki? És elvitte akkor... a cica a hangját. Hála Istennek. Igen, elvitte a cica a hangot. Tehát, hogy aki vaper lesz, meg aki majd lesz vaper, az két teljesen különböző ösvény mentén gondolkozik. Te már tudod, milyen egy nagy gőzzel rendelkező készülék, ő meg ki szeretné próbálni. Nyilván nem egy izével fog, egy zseblámpával fog megjelenni az utcán, megveszi a legolcsóbb, legkisebb, legkompaktabb, számára a legjobban használható, legegyszerűbb készüléket, amivel nem kell semmit se csinálni, csak tölteni, meg szívni. Ezzel semmi gond nincs. Majd utána, hogyha tetszik neki, akkor áttér egy komolyabbra. De nem tud áttérni komolyabbra, ezt miért ér már nem meg. Tud áttérni? Mert mire tér át? Mire? Mondd el, mire? Hát amire te is áttérsz. Mikor? Mikor? Most? Igen. És mi lesz majd, hogyha bejön a törvény? Hát lesz 2 millist, attól nem lesz nagy gőz, azt gondolom. Ó, bazd meg, igen, azt gondolom, hogy attól nem lesz nagy gőz, mert nem lesz cseppbiztos, pont ugyanaz lesz, amit a Blacky levideózott. Nézd már meg azt a rohadt videót. Megnéztem, Charlie, én emlékszek a Blackynek erre a videójára, ő egy ilyen konkrét készüléket nézett meg. Ki az a tank mérete, azt ugye barátságosan megbeszélhetjük, hogy a tank mérete nem befolyásolja a gőz mennyiségét. Csak hamarabb fog kifogyni. Igen, és visszatérünk a cseppmentesség miatt, visszatérünk majd a felső fűtőszálas kazánokhoz. De miért térnénk vissza a felső? Azért bazd meg, mert az a csepp biztos. Mert az, ami alul az van... Az alsó fűtőszálas hát, tegyél már le, légy szíves, egy alsó fűtőszálas mondjuk egy hétre bazd meg az asztalodra. Aztán majd meglátjuk, és? Hogy... És akkor nézzük meg utána, mi lesz alatta. Hetekig a táskámba hordozgatom az Aspire-eket. Mind alsó. Hülyeségnek tartom, hogy ott nem látszik semmi. Nekem itt állnak a tartón, elveszem onnan,
És látom, hogy ott áll alatt maga alá pisált a Csábi, BVC, a BDC, meg az anyám kinyitja. Az összes likviden ki van pakolva az üzlet polcára egy ilyen gumitalpú tartóba. Amíg 50-50-et kevertem az üzletbe, addig megfolyt egy éjszaka. Amikor 60-40-et kaptak, onnantól kezdve nincsen folyási probléma, és egy Aspire, nem tudom én, C5, de ezt lehet, hogy jobban tud, egy ilyen kazánokba állnak sorba a likvidek. Igen, csak hogy a likvidet nem tőled fogja venni a mondjuk a Blue, és ha megnézted volna a videót, láttad volna benne, hogy az milyen sűrűség. De megnéztem és láttam, igen. Na, akkor láttad, hogy az inkább PG többletű leves volt, mert inkább a sötét pisihez, négy keresztes vizelethez hasonlított. Na mindegy, lépjünk tovább. Piros sarokban, Bernárius, Charlie Robert, sarokban. Nem, én úgy látom, hogy ez tök fölösleges, és ezen reszelni a fingot, hogy mennyi mindent tesznek meg a dohánygyárak azért. Öt év alatt csináltak egy ilyen tesztet, és mit érsz vele? Elkezdték. Hát elkezdték, igen, ja. Na. Aztán addigra, mire bevezetik majd nálunk a TPD-t, addigra majd meg lesz, igen, valószínű. Ja. Hozzáfűzöm én is a hozzáfűzni valómat, lehet ezt az egészet nagyon sötéten nézni, hogy igen, valóban mit fogunk kezdeni majd, amikor megjönnek a rossz törvények, és eljön a reverse kánoán. És az van, hogy igazándiból most vagyunk, és most készülnek ezek a dolgok, és könnyen elképzelhető, hogy 2 év múlva nagyon gázos szitu lesz, és aki akkor akar átállni, akkor kurva szar készülékek lesznek, nagyon rossz hatásfokkal, ahogy te is lefestetted az előbb. Viszont azt vegyük észre, hogy ezekkel a törvényekkel most és akkor fogunk megküzdeni, és ha általában ezek mindig valamelyik bíróság mondja ki a végét, hogy igen, nem, fekete vagy fehér. És ezek azok a kutatási eredmények, ezek azok a kísérletek, amiknek az eredményével a bíróságon a magunk oldalára lehet billenteni. Mert amikor, nehogy Isten, nem a hardvereket vagy a likvideket tekintve, hanem ez az új idiótaság, hogy minden sarkon be akarják tiltani a közterületeken az elektromos cigarettázást, egy ilyen kérdésben például simán billentheti egy ilyen tanulmány a mérleget a mi javunkra, mondván, hogy gyerekek, miért is, amikor itt van, hogy semmiféle káros hatása nincsen. Erről tudod, mi jutott eszembe? Mindjárt bejátszom, ha elindul. Mindegy, hogy fekete vagy fehér. 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 Mindegy! Mindegy, hogy fekete vagy fehér folyó! Ennyi talán. Na ennyi. Én minden esetre üdvözlöm az összes ilyen kutatást, csinálja bárki is, mert ez mind a mi ügyünket segíti, az összes ilyen. Úgyhogy én nagyon örülök neki. Tudod, mi nem segíti a mi ügyünket? Na. A 5-ös pont, tehát tudod, a hülyék köztünk élnek. Nem tudom, hogy jól mondom-e a nevét, Greg Zoller vagy Zoller. Volt egy nyilatkozata, egy iránymutatása. Ő egy főügyész Indiana államban, és változtatni próbálna az e-cigaretta ágazat helyzetén, mert ő mindenféleképpen szabályoztatni szeretné a kongresszussal, ugyanúgy, ahogy a dohánytermékeket, mert hogy ez ugyanolyan veszélyes, attól függetlenül, hogy az ő szavaival ellentmondásba kerül mindenki, aki megszólalt adott riport kapcsán. A weboldalon majd látszik is, hogy lesz ott egy bejátszás, egy videóbejátszás, lesz ott benne egy webshop, lesznek benne olyan emberek, akik nyilatkoztak, hogy a frázisokat, ugye, amiket már nagyon sokszor elismételtünk mi is, hogy mit éreztünk, hogy érezték, javul az egészségi állapotuk, és lehetőséget teremtett nekik ez, hogy a cigarettát elhagyják, és ők azt mondják, hogy szerintük nem is ő, hanem az e-cigaretta forgalmazó azt mondja, hogy szerint a hagyományos dohányipar
a következő 10 évben ki fogja nőni az elektromos cigaretta ipar. Ettől függetlenül Zoller úgy gondolja, hogy itt nincs mit tenni, ez a dohánytermék korlátozás alá kell, hogy essen, hirdetésekkel kapcsolatban ugye megint jön, hogy az ízek vonzóvá teszik a gyerekeknek anyát, picsáját, és ezt át akarja verni a kongresszuson, aztán jön a nikotinnal, nem tudunk semmilyen értéket, nem tudunk konkrét termékeket, az FDA még mindig nem szabályozta, mai napig ismeretlen, hogy milyen összetevőkből áll, mik a pontos hatásai, és hogy ezt az FDA-nak kell eldönteni. Sutton ezzel szemben azt mondja, hogy teljesen másként kéne kezelni, mint a hagyományos dohánytermékeket, és a kongresszusnak ebből ki is kéne maradnia. Már azért is, mert hogy ugye itt nem égetünk, és nem dohányterméket, és nem füst lesz, hanem gőz lesz, és teljesen más a kettő. Zoller erre ráfűzött, már pedig a gőzfelhő hasonló és ugyanúgy néz ki, mint hogyha füst lenne. Tehát ez a bazd meg, mikor már nem tudunk mit, és akkor de bazd meg, ugyanúgy néz ki. Hát ki? Hát tököm, ez a Greg Zoller, ez egy főügyész, egy amerikai igen, főügyész. Igen, 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 Indiana állam. Aki fölébredt, és sikerült elpapagálkodnia ugyanazt. Amelyik reggel látott egy elcigist, azt berágult. Amit a fogyatékosok kiabálnak már évek óta, és de tényleg szóról-szóra ugyanazokat. Ugyanaz. Emlékszel az Európai Egyesületek Szövetsége, amikor megfogalmazta tavaly a kiáltványát, ugyanezt fogalmazta meg mindjárt a harmadik vagy a negyedik bekezdésben, hogy csak azért üldözni, mert úgy néz ki, mintha. Azért ez nagyon-nagyon... Ez nagyon súlyos diszkrimináció bizony. Hát az ebből a tanulság szerintem, egyrészt üdvözöljük... Rács meg ki kell zárni az összes oroszlán fejű embert. Fogyatékosok végeláthatatlan sorában üdvözöljük őt is, aki ezek szerint egy közmegbecsülésnek örvendő, nagy tiszteletű kretén. De szerintem egyébként addig jó nekünk, ameddig ugyanezeket a baromságokat papagálkodják, mert ezeket már mindegyiket egy óvodás és álmából fölkeltve cáfolja. Azt is mondhatná tulajdonképpen ennyi erővel, hogy tiltsuk be a grafitceruzát, mert a mi az anyám az, ahol a szálló energiát... Szén. A szállószén. Nem, a... Mert a mi a paks, mondjad ma, mi atomerőmű. Az atomerőművekben is lehet találkozni grafittal. Te és akkor, bazd meg, hát ez ugyanaz, ez veszélyes, ez meghalunk. Danger, meg bassz. És akkor a porcukorról még nem is beszéltünk. Hú. Szóval a liszt. Akkor az még veszélyesebb, mert bennem ott a gyógyszerkönyvbe is. És akkor itt jöhet egy átok szöllőcukor. Egy nagyobb bekezdés nálunk. Köszönöm szépen. Egy nagyobb bekezdés jöhet, mert ebből rá lehet fűzni közvetlen a 6-os, a 8-as pontra. Nem tudom, néztétek-e a 6-os pontot? Úgy nem írtam, hogy ez vicc, vagy komolyan gondolja. Kicsit lehúzom a hangot, és bejátszom, de csak az elejét, mert ettől én tényleg nem tudtam eldönteni, hogy ez az ember most lápitroll, vagy ő meggyőződésből hülye. Hallgassuk? Hey America, let's talk. I'm not gonna mince words here. I think you have a problem, and that problem is vaping. I know it seemed like a miracle at first, all the nicotine of a cigarette, but none of the smoke or smell of the real thing. It's like you're smoking water, basically. How great is that? Too great to be true, as it turns out. That's not water you're inhaling with your nicotine. It's usually propylene glycol. You know what else has propylene glycol in it? Antifreeze. That's water in the same way Russian... No. Ez 4 percen keresztül megy, ez 30, 28 másodperc volt. Tényleg nem tudtam eldönteni, hogy ez bolond bazd meg, vagy mi a faszom van ezzel? De ez 4 évvel ezelőtti téma. A fagyállós hülyeség. Igen. Mondom neked, 2015, július 10. 2015, július 10. Tehát... Hát ennyi. Olvasd el alatta, hogy ő mire szólítja inkább föl az embereket? Fucking wrecked. Hát nem, úgy mondja, hogy itt még az
úgy kezdődik a mondat. Jó, én azon már túl vagyok. Menjenek vissza a picsába, és tekerjék meg saját maguknak a cigarettát. Hát, basz meg. Na jó, tehát azért látszik, hogy vannak gondolkozó emberek, mert ott a like meg a dislike aránya az látszik, hogy 4600 like és 5555 dislike, nyomok még egyet. 5556, mindenkit erre szólítok föl. Tehát hallgassátok végig, mert... Nyomtam is egy dislike. Hát ez én rosszul lettem ettől a palitól, hogy bazd meg, és ezt meggyőződéssel, meg ilyen látványos videó screenshotokkal megtűzdelve kimondom bazd meg, hogy fagyáló, akkor az úgy van, vagy bazd meg, hát értem én, hogy alacsony a kerítés, bazd meg, mert átugorjuk, de hát nem kéne. Vagy akkor így tényleg ilyen tartalomszolgáltatók tanácsánál kéne megfelelőségi, vagy ilyen rátermettségi nyilatkozatot kitöltened, ilyen OK-i is vizsga, hogy te értesz ahhoz, amiről videózni akarsz, és csinálhatsz videókat, mint ez az OK-i és DJ képzés. Hasonlót kéne itt is, mert ez, bazd meg, vicc. De a kommentek azért jók alatta. Valaki szóljon a csávónak, hogy a McDonald's sem tesz jót neki. Igen. De így a cinikus odaszólongatások mellett azért a kommentek többsége fölemlegeti neki, hogy mielőtt egy ilyet összerakna, azért nem ártana, hogyha az idézőjelbe tett tényeit le is ellenőrizni, hogy azok valóban úgy vannak-e, mert hogy zöldség az egész. Hát biztos tény, hát olvasott mondjuk egy Wikipédia szócikket, tudod. Ez a másik kedvencem, amikor valaki egy Wikipédia szócikket, bazd meg, kész tényként kezel. Azt elolvastam, egy ilyen hivatalosnak tűnő Wikipédia oldal, az úgy van. Büdös lófaszt van úgy. Tudod, miben van még fagyáló, basszus? És azonnal be kéne tiltani. A személygépjárművekben. A buszokat is. Az milyen zseniális lenne, tudod, hazaérsz téren, azt leereszted a hűtővizet. Ennyi. Na és akkor ezzel kapcsolatban akartam ráfűzni a 8-as pontra egyébként, ha sikerül megkattintanom, csak mostanában hülye helyre rakja mostanában a Google Docs-i. A Snopes. Én pont... nem is tudok direkt belinkelni, onnan ki kell másolni. Hát kattints rá kétszer is, Command-C. Fölé rakja ilyen kisebb a pop-upba. Igen, de eddig nem fölé rakta. Na mindegy, hogy a tömeg meg a félretájékoztatás hatalma, ez a 8-as pont már megint. Facebook e-cigarette death report, és azt mondja itt a kedves kommentelő, hogy azért halt meg az illető, mert hogy az elektromos cigarettát szívta a halála előtt, 67 éves volt, és a boncoláskor a tüdejében annyi fel nem szívódó olajos réteget találtak, hogy nem tudták eltávolítani. És bazd meg, nem ez a baj, hogy valaki hülyeséget ír le, hanem hogy nézd meg, 3 ember lájkolta, és 48.753 megosztotta, bazd meg. Ez olyan, mint a kibaszott, mi a piramis játék. Fönt bazd meg, valaki egy ilyet leír. Ez olyan, mint itthon a vigyázzatok a gyerekeitekre, mert egy fekete mikrobusz parkol az épület előtt is, berakják és elrabolják. Na ez pont ugyanaz, a sok hülye megosztja, mindenféle utánolvasás és tájékozódás nélkül. És csak ennyi, hogy megírok 2 perc alatt egy ilyen posztot, hogy azt írom benne, hogy azért halt meg, mert gyakorlatilag belefulladt a saját tüdejébe. 67 évesen. Tehát a tájékozottság miatt mondom csak, hogy én akkor születtem, amikor még nem volt Facebook. És anyám kedvenc dumája az volt, hogy jó legyél, mert Elvis a zsákos ember. Ezt én is hallottam. Úgyhogy iszonyúan néztem, hogy ugyanki a picsa lehet a zsákos ember. Nagyon féltem, a sötét lépcsőházban egyedül a zsákos ember. Óvodáskoromban mindig jól körülnéztem a lépcsőfordulóban, hogy nincs ott. A zsákos ember, értem. Ó, Istenem. Nem, hát az van egyébként ezzel, hogy hát nincs akkora méregfoga ennek szerintem.
mint amekkora feneket most kerítünk neki, mert hogy az van, hogy az embertársaink irgalmatlanul nagy százaléka nem épp az a gondolkodás, önálló gondolkodásról híres. És ezek az emberek ezt serelni fogják. Hát úristen, hát mennyi ilyen konteó van, Charlie? Hát persze, csak ez úgy látom magam előtt, tudod, hogy a 41 ezerből, ha csak 10 ezer elolvassa, abból csak 5 ezeren továbbadják, akkor az már nem 41 ezer ember látja, hanem 46 ezer. Ezt nem sokára földolgozza valamelyik ilyen minőségi újság is. Azt egyébként tökéletesen és 2 perc alatt meg tudja a Facebook állapítani, hogy ha te bazd meg egy FWISH kezdeményezést akarsz fizetett pénzért promotálni, és azonnal jön, hogy elutasították. Az ilyen hülyeségeket bejelented, és napokig, hetekig ott van az üzenőfalán, vagy le se szedik. Ja. Hát jó, tehát Facebook is szerintem, meg a YouTube is. Egyébként a YouTube-nak most jelentettem, hogy ez egy vírus ez a videó. Gondolom, hogy egy bizonyos számú bejelentés után lépnek bármit is. Nem, az van náluk egy... Egynél is, egy igazából. Felületés, persze. Múltkor találtam egy chartot, meg én az igazi munkahelyemmel kapcsolatban, nem én, hanem mi kapcsolatban állunk a Facebookkal is, tehát van rendes olyan support e-mail címünk, amit ember néz, és pillanatok alatt tudnak ezekre reagálni, ha akarnak. Mint ahogy akarnak is, amikor te hirdetni akarod az FB-t. Tehát akkor azt bazd meg látják. És látod, visszautasítják, pedig pénz. Visszautasítjuk. Visszautasítják fasságra hivatkozva. A dohányzás népszerűsítése. Mi van, ember? Mi van? Legalább olvasnád el, hogy mi van odaírva, mielőtt nyomod a gombot. Na mindegy, hát ilyen idióták vannak, lesznek is. Addig jó, amíg ilyen ezért mezei hülyék a Facebookon, és nem mondjuk egy állami hivatalba ülnek. Ami, hogy kicsit oldjam itt a hülyék által okozott feszültséget is vissza. Kárenyhítés. Igen, a vérnyomásunkat a szabvány szintre. A hetes pont, azt nem néztétek? Az földobta a napomat nekem az a kis szütyő egyéb iránt. Megtanultam direkt linkelni. Oh yeah. Úristen. Fika megtanult kattintani. Yeah. Jó pofa ez a... Nem tudtam rájönni, hogy ez a szütyő, ez mivel extrább, mint az, amit mit tudom is én, $5 miért nem tudom átkattintani, mert verify, és úgy vagyok 18-nál öregebb. Tehát, hogy ez mivel jobb, mint az, amit én Kínából vettem $5. Ergonómia halála. Igen? Hát, hogy annyival tud ez többet, hogy ebben a kis likvidjeidet tudod tárolni, és miután a likvidjeidet beleraktad, ha rákattintasz a harmadik képen, mint egy gyönyörű számzáros aktatáska, a cipzárnak a végén van a számzárnak a másik fele, rákattintod, eltekered a számzárat, csókolom, és a likvidjeid biztonságban vannak a gyerektől, biztonságban vannak a félig részeg vaper haveroktól a másik asztalon. Például nem fognak mindenféle ilyen erős paprikás likvid, de telerakni a tankodat. Vagy mondjuk a drip tippedet nem nyomják bele az erős paprikába. A tip drippedet? Tip, te is olvastad. A rip trippedet. Ja, úgyhogy nekem ez tetszett, ez a kis játékos, $25 egyébként. Plusz szállítás. Plusz jövő héten lesz anyám kínja. Megnéztem, mennyi volt a szállítás. Nem emlékszem már, hogy ez most 17 volt-e, vagy egy kicsivel több, mint maga a termék. Na mindegy. Na de amikor a kisgyerek, hiába van rajta a számzár, amikor jön a kisgyerek, az előhagyott tapétavágóval és zsilletpengével, végighalad a cipzár mentén. Igen. Hát a hülyeség ellen nem véd persze, meg az agresszív támadás ellen, de a ötletes kis dolog, ami egyben tartja a leveseinket. Na és a másik, ami ehhez kapcsolódott volna, és ez egy ilyen kifejtős, beszélgetős részünkről, vitaindítónak szánom hármunk között, hogy ugye jött az Evolve-nak a 200 wattos panelja,
Aztán a héten láttam egy másik 200 wattost, a Wolf panel, illetve hát az ugye mod. Aztán láttam másik 160 wattos készüléket, 120 wattos készüléket, hogy mit gondoltok erről, hogy hol lesz a vége, vagy mi az észszerűség határa? Hát én tudom, hogy hol van a határa, de hogy mit gondoltok erről? Hát én nehéz helyzetben vagyok ebben a témában, mert nálam még el se kezdődött a vadháború, de nyilván követem a dolgokat. Én azt gondolom, de lehet, hogy teljesen naivan, kár, hogy nincs köztünk most Blacky, hogy valahol kell, hogy legyen egy ilyen fizikai korlát, hogy hol van az a teljesítmény, amikor már képtelenség megfelelő részállítás produkálni alá, és valószínűleg ott lesz. Szerintem. Én nagyjából egyetértek a Krisztiánnal, csak ez még csak nem is olyan, mint a gigahertz, meg a megahertz háború volt annak idején, vagy a ROM, vagy a Winchester, vagy akármi, mert van az a watt szám, ahol már szerintem kezelhetetlenné válhatnak a dolgok. És hát akkor... Minden? Hát de 150 watt, mit kötsz rá? 200. Hát ugye kompenzáljuk a húzal vastagságunkat, ami... De minek? Mert minek? Azért, mert másképp nem fűtené föl nekik, és ugye mennének a panaszos posztok, a hülye gyerek, mikor rárakja a mehájára, bazd meg a 06-os húzalt duálba tekerve, és így nyomja 10 másodpercig, és értetlenül nézi, hogy de nem fűt fel, meg utána lassan hűl le. Hát persze, mert hőtehetetlensége van, de szerintem azért nincs határa ennek ilyen szempontból, mert mennek föl. És érdekes, hogy amikor elkezdődött ez a cloud chasing, akkor meháztak, és arra tekertek, és kurva nagy gőz jött ki. Aztán úgy nem tudom, úgy egészségesebb hülye vagyok már. Kényelmesebb lett az, hogy van egy 100 wattos boxmod, és azzal meg tudom pörkölni a wattámat, vagy hogy miért? A TC-nek még azt mondom, hogy valahogy van értelme, de annyi embert hallok, hogy neki ez a gondja vele, neki az volt a gondja vele, neki így nem érzékelt, neki úgy érzékelte, hogy meleg, aztán letiltott, aztán nem tiltott, aztán megégett a vatta, aztán anyám kínja, hogy ezért nem értem, hogy és ráadásul olyan készülékek, hogy a Wolf is olyan, hogy 200 wattos, de hát a TC az nem megy 200 wattig. Tehát ott azt hiszem, hogy 40 watt a TC-nek a limitje. Vagy az a durva ezekbe a 200 wattokba, hogy még egy egész nagyságrendet nem kell menni, és olyan teljesítményekről beszélünk, mint egy hajszárító, meg egy porszívó. Hát ez várjál, egészen elmenetek. Várjál, most már elhagytad azt a teljesítményt, amivel mondjuk egy 30 négyzetméteres szobát kényelmesen be tudsz világítani, mondjuk két darab 100 wattos izzóval. Igen. Emberek, a kisebb számítógépeket 350 wattos táp viszi el minden estül. Tehát... És úgy, hogy annak van értelme. Igen. Nem ezt akartam mondani, de... Biztos, hogy van valami. Igen. Kísérletező kedvében elbózkodik ezekkel, meg ilyenekkel, de én leginkább azt érzem ezen, hogy a szar tekeréseket és a lusta vagyok megtanulni tekerni normálisan kompenzálják, mert ez aztán csak fölnyomkodják a gombot, és az utolsó szart is meghajtja, hogy kijöjjön belőle valami értékelhető gőz. Nem értem én sem. Tehát tényleg már 40 wattnál volt olyan, hogy már szemüldökünket húzgálgattuk, hogy ez meg már úgy azért minek. Szerintem napi használatban ilyen 30-35 watt nagyobb készüléket értelmetlenség használni. Ez az egyik dolog. A másik, hogy én még emlékszek, amikor az 1 ohm alacsony tekerésnek számított, meg az 1,2. Hát igen. Érted, hogy azok voltak a non plus ultrák, és kazánban is volt olyan, hogy 1,2 az már izé volt, az már alacsony volt, vigyázz. Hát 1,8 LR, ne hülyéskedj. Igen, hát én a izéket, amikor elkezdtem a Vivi Novákkal játszani, akkor 2-4-es kazánok voltak. Ja. És tegyük hozzá, hogy,
hogy akkor mondjuk, ha az egónak a teljesítményét vetted ahhoz, azokhoz a kazánokhoz, az ilyen 6-6 és fél watt körül játszott. Most van itt egy Origen tekerése. Miért lőtt az anyád úristenit? 1 ohm, és ezt 16-2-vel kergetem. Itt van a Typhoon, ami 1,3 és 12,8-al. Itt van egy Meha, ami az valami 0,40 valahány, és ez is egy darab aksival Mehán tök jól megy, hogy próbálom megérteni és feldolgozni, hogy miért kéne nekem a 200 watt azon kívül, hogy nem tudom. Pöcsméregetésre egészen alkalmas, de másra nem. Én visszakanyarodnék ahhoz, amit az előbb mondtál, Charlie, hogy tényleg egók, 1100-as egók, ne adj Isten, még kisebbek, 2-4-es, 1-8-as Nova kazánokat olyan gyönyörűen meghajtottak, jött belőle a gőz, és az embereknek tökéletes kezdőszet volt. Tehát a funkcióját, ha nem is 100%-ig tökéletesen, de 99%-ig tökéletesen betöltötték. De és ne bagatelizáljuk el, mert kurvára kényelmes füstjük volt. Jó, teljesen jó működtek. Nek. Nek, igen. De most 7 watton szívom az 1-8-as kazánomat. Nem látod, most egy ilyen keresztet mutogatok a mikrofon elé. Távozz tőlünk, sátán. Meghinted fokhagymával a Skype ablakot. És amellett ugye, hogy a gyártókat is belehajszolják ebbe az iszonyat nagy fejlesztési tempóba úgy, hogy az Evolve nem tudja saját magát utolérni. A Nimbus tekintetében sem. És a Nimbus most nem a kazára gondolok, hanem hogy az amerikai fórumokon az amerikaiak köpködik az Evolve-ot, hogy szar az elektronika, és nem tudtak még mindig a 40-essel mit csinálni, de a 200-as már kin van, és úgy volt kin a 200-as, hogy kirakták a Cloud9-ra is, és meg lehetett venni, aztán hopp, hirtelen a gomb nem elérhető, már ott volt a figyelmeztetés, hogy az Evolve azt mondta, hogy mielőtt eladnánk, ezeket le kell szoftveresen frissíteni, addig nem lehet őket megvenni, úgyhogy egy ilyen fél nap késéssel lehetett csak megvásárolni őket. Bocs, közbeszólok, az Evolve nem tanul semmiből, bakker. Nem, de az a ciki, hogy most már a buszárdó is mosdatja a szerecsen gyereket, és mondja a review-knál, hogy ami ilyen elektronikával van szerelve, hogy válasszuk ketté a kettőt, hogy az Evolve-nak a hibája, meg a készüléknek ott van egy kis rés, amin ha átlátok, akkor ott látom a fényt, szóval tudják ők is, hogy baj van vele, de nem tudom, hogy mikor fogják ezeket a... És hogy ez, azt mondja a buszárdó is múltkor, hogy ez nem módosítja, nem befolyásolja a vépelés élményét, mert hogy attól függetlenül, hogy a kijelző így elszemcsésedik, meg az aksi kijelzője így ugrál... Az képernyő kimélő. Attól függetlenül izzít. És akkor így fogtam a fejem, hogy da fuck, bazd meg. Megveszek 90 ezerért egy... Ennyi most egy Vapor Shark? Lehet, hogy csak 60, tököm tudja. Megveszek valamit 60 ezerért, és azt mondom, hogy végül is nem látom. És akkor az jó, meg végül is pirít. Hát nem jó, bazd meg. Ez olyan, nem, hogy... Az nem képernyő hiba, egyedi lesz a képernyő. Igen, igen, de ez pont olyan, mint hogy nekem csikorgott a fékem. Végül is meg tudtam állni a kocsival, meg úgy ment is menet közben, de csikorgott, bazd meg. De ki tudta, hogy fékezték. Igen, tehát tulajdonképpen ez egy plusz feature volt nekem az autóban, aztán kiderül, hogy előbb kellett volna menni szerelőhöz, mert elbaszódott a féktárcsám is, tehát... Nem befolyásolta a menet teljesítményemet, ugyanaz a lóerő a rendelkezésemre állt, ha nyomtam a gázt, csak egy idő után megállni nem tudtam volna. És mi van, hogyha egyszer egy olyan hiba jön, ami miatt elengedem a gombot, és izzít tovább. És a pánikba a gyerek nem letekeri a kazánt, hanem eldobja, aztán pukkan. Vagy... Szóval én nem akarom az ördögöt a falra festeni, de lehet, hogy egy kicsit lassítani kéne, és jobban átgondolt termék frissítésekkel, hát
Az agyfaszt én most a izétől kaptam, a smogtól kaptam. Itt volt szegény srác, elküldte hozzám tesztre az M80 pluszt a smogtól, mert hogy TC-s és megvette, fú, milyen fasza lesz neki. Hát amit Black is levideózott, azért nem is csináltam videót, hogy persze, tök fasza lenne, ha működne. Csak ez nem működik benne. Ráfrissítettem a szoftvert, akkor az elbaszta a plusz gombot is. Nem, bocsánat, a mínusz, tehát csak fölfe lehetett teljesítményt állítani. Az tök jó, visszaállítottam a szoftvert, én is írtam, a Blacky is írt a smoknak, lófasz nem jött vissza, írtam nekik a Facebookon, frissítsd le a szoftvert. Mondom, bazd meg, ez megvan. De itt a legújabb, a hetes, és akkor adnak nekem, bazd meg, nem hiszed el, egy Dropbox linket. Mondom, ez mi a fasz? És kint az oldalukon, bazd meg, ott van a 56. eldugott mélységű szintű weboldal szájton, hogy itt egy Dropbox link. Na mindegy, letöltöm, azzal sem működik. És amire az egészből ki akartam jönni, hogy kijönnek utána egy új termékkel, ami már ilyen csili-vili, meg olyan anyám kénye, Bluetooth-szal, a telefonoddal, és rajta írja, hogy mennyit, meg hogyan, és annál meg tudták oldani. És mikor visszakérdez az ember, hogy várható akkor, hogy most már akkor a régebbi, az egyel előző modellnél is lesz hozzá szoftverfrissítés, mert úgy néz ki, mintha tudnátok, hogy mi a probléma, hiszen megvan oldva a másikba. Nem jön rá válasz. Hát így kell csinálni. Add el azt a szart valakinek, akinek jó lesz anélkül a szar funkció nélkül, és vedd meg a drágábbat. Szintén tőlünk, tehát megint a mi pénztárcánkat fogod vastagítani. Nagyon elbaszott dolog szerintem ez így. A másik hozzáfűzésem ez a dologhoz az lenne, hogy kerestem kicsi tankos kazánt, tehát ami ilyen 3-4 milli között van. Hát öcsém, végignéztem a faszteket, csak szubtank kategória volt, fél ohm, 0,3, 0,2, meg a tököm tudja mi, de egy ohm fölötti tankos megoldás ilyen 3-4 milliliter befogadó képessége semmi. Hát értem, mondjuk semmi. Talán azért, mert egyébként, ha belegondolsz egy hát azért nem. Mert ha belegondolok, mikor én is elkezdtem a Novával, akkor naponta mondjuk töltöttem rá kétszer. Nem is emlékszem, hogy mekkora volt annak a tankja a Novának, nem a Mininek. Talán kettő... 6 milli, nem? Ne, valami 2-4 körül volt talán. Hogy, tehát ott nem fogyasztotta az annyira a levest. Tehát tudjátok, ti is van biztos ismerősötök, hogy egy Helix méretű patronnal el van lazán egy napig. Tehát nem biztos, hogy az olyan kurva nagy hátrány, hogy nem 3 napig poshat benne neki ugyanaz a likvid. Úgyhogy lehet, hogy ez a megfontolás, de valóban, tehát igen, ez van, hogy mindenhol ezek az integrált 2-3 tekerés egy fejben, hisz hát az a pénz, hogy abból vegyél majd újat 1200-ért, és ebből is van már alacsony ellenállás. Ha megnézed, van olyan, aminek a tömítő gyűrűje nem fekete, hanem kék, akkor az a Nik 200-as húzallal tekerve, az is ilyen elbaszott méretre, 0,2-re, vagy valami hasonlóra, vagy 0,1-re. Igen, nincs az, amit te mondtál. Piaci rés. Piaci rés. De hát ez a kurva szubtankérület, ez megy az agyamra. Rendeltem egy ilyen Kaifun jellegű kazánt, megjött a csél. Nem volt rajta egy normális levegőjük, mert vagy egy darab kurva nagy, vagy két darab kurva nagy, vagy egy kurva csík, érted, amin ezerre jön a levegő. Hát ez az én bajom, hogy nekem ez jó, neked meg nem jó. Nekem nem jó. De ráadásul a kicsit se tudod úgy állítani, mert ezek ilyen valami gyűrűs és ilyen fokozatonként állítható, igen, tehát nem az, hogy a legkisebbnél akkor még ott játszol vele, hanem igen, ez a legkisebb luk akkora, mint kétszer a GT. Én pont a másik irányból szembesültem múltkor ezzel, hogy a felhőnél láttam, és az nagyon tetszett, hogy a Kaifun 4-hez például van egy extension kit, ami egy középső
hosszabb kémény, meg egy nagyobb üveg palást, és akkor így valami 7,5 millire fel lehet bővíteni a Kaifun 4-et. De pont múltkor azt ma láttam, vagy tegnap talán a Facebookon, hogy valaki írta, hogy teljesen szétszedte még használat előtt a Typhoon GT2-esét, de úgy, hogy tudjátok, a csavarokat is kiszedegette belőle, elmosta, és utána nem tudja visszatenni, és hogy most mi a szar legyen. Hát mondom, próbálnak fölcserélni a csavarokat, vagy valami, de úgy hallja, hogy mintha bentről zörögne, de mondom, eredetit vettél? Hát szerinte eredeti, mert hogy valami 130 eurót mondott, Németországba vette egyébként, az fontos megjegyezni, és aztán kiderült egy ilyen fél óra beszélgetés után, hogy drágábban vette, mint az eredetit, nem eredetit vett, és akkor holnap visszaviszi, cseréljék ki neki. A robbantott rajz az sokat segített rajta, amit linkeltünk, vagy linkeltem neki, de ott volt egy készülék, amit be akart üzemelni, és nem tudta, mert valami eleresztette benne magát, és valaki megjegyezte, hogy bezzeg a Kaifun 4-et, szét tudom darabjaira szedni. Hát jó van, bazd meg, de mennyit számoltunk? 41 alkatrészt? Szóval... Szeretnéd-e szétszedni darabjaira? Igen, igen. Tudod, mit csinálsz az elkövetkezendő másfél órában? Van ennyi időd? Ja, úgyhogy hát szegény azt hiszem ma ment és mondta, hogy visszacseréli, vagy visszaviszi, hogy cseréljék ki egy másikra, mert nem jó. De hát azért az valami vérlazító, hogy drágábban veszed, mint az eredetét. Ez csak halkan. Nem nevettem, sírtam. Az megvan, mikor felhívott az egyik ismerősöm, hogy vette egy cigarettát, és nem adtak hozzá cigarettát? Hogy egy cigarettát menj nem adtak hozzá. Menj a picsába. Várja. Mondom, milyen egy cigit vette? Azt mondja, hogy ilyen kék, és akkor 3 darab ceruzállamet kell beletenni. Mondom, az meg már milyen. És akkor addig dumált, hogy látja a robbantott rajzon, meg ott a használati utasításon, hogy rá kell dugni az elcigit. És akkor biztos tölti. Meg az is van odaírva, hogy tölti. És mondom neki, hogy ugyan olvasd már be végig azt, hogy mi van ráírva a papírjára, vagy a dobozára, vagy nem tudom én, mi a típusa, vagy a neve, és akkor mondja, hogy azt mondja, hogy a manuál van előttem, nem az is jó, és akkor mondta, hogy manuál valami triplet cigarette rolling injektor machine. Hát mondom, bazd meg, te egy cigaretta töltőt vettél, hülye gyerek. Amiben... elektromos cigaretta töltőt. Zseniális. Úristen. Igen, mert abba belerakod a ceruza elemet, és akkor gondolom ott valamit ő... És látta is a rajzunk, rádugta a cigarettát, és egy tölt. Kész voltam. Csóri. És utána mit mond? Szar ez az elcigi, ugyanolyan, mint az igazi. Még dohányt is kell belevenni. Na, letudtuk a témákat, akkor most jöhet a sorozat. Sorozatok. Ja. Azt már nem is merem mondani, hogy befejeztem a Masters of Sex-et. Én még csak letöltöttem, de... Ja nem, mert az első évadot nem tudtam lerántani HD-ban, mert valami trógerek nem osztották már meg, úgyhogy lehet, hogy azt még mindig várom. Úgyhogy én még le se töltöttem. Szopóágon vagyok. De most van helyette minden más. Mi minden más? Kérlek szépen, ma láttam, az Amazon Berkeley-ben készül a pilotját, már ezért januárjában kitették, csak az Amazon valahogy úgy csinálja ezeket a sorozatokat, leforgatják a pilotot, aztán egy évig ülnek rajta. Minden esetre nagyon durva lesz a dolog, magát a regényt nem olvassam, de egy Philip K. Dick regény alapján íródott, és Ridley Scott neve fémjelzi, mint az egyik executive producer, és az a címe a sorozatnak, hogy The Man in the High Castle, és arról szól, hogy a németek nyerték a világháborút, és az amerikai tengelyhatalmak és nácik mindenütt, és ilyesmi az alapkiindulás. Túl sok mindent ennél nem árult el
a trélere, a trélert egyébként oda betettem a... Tavaly láttam. Vagy mikor? Tavaly tették ki? Idén januárban volt. Láttam a pilotot. Én nem láttam a pilot részt még belőle, csak a trélert néztem. Ne. Én se láttam végig, csak ilyen valaki felrakott egy ilyen hosszabb részt belőle. Milyen? Hát a világa az nagyon durván jó. Tehát tudod, ez a náci... Ha izére emlékszel a kedvenc filmünkre, a náci a Holdon. Na, hasonló. Ja, én a másikra gondoltam, a Fatherlandre, de igen. Igen. Az űrnácik. Az űrnácik, igen. Annak is jön talán idén a második része, hogy jövőjével. Minden esetre nagyon ígéretes, mert hát Dick nem írt szar könyveket, Ridley Scott meg nem a rossz... Annyira szar filmet is rendezett, igen. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok rá, csak ennél az Amazonnál sosem lehet tudni, mert már volt egy másik sorozat, amire nagyon rákészültem, és aztán a pilot utáni évben elkaszálták még, visszamondták a sorozatot, de nagyon remélem, hogy ebből lesz valami, mert nagyon tetszett a trélere, és hát a Linux distro pilotja már lecsorgott, már csak időt kell szakítani rá. De van kettő, ami miatt nem kell izgulni, hogy elkezdődik-e. Két másikkal találkoztam most. Az egyik a Wayward Pines című sorozat, ami egy amerikai titkos szolgáról szól, aki elmegy két kollégáját megkeresni egy Idaho-i városkába, és aztán ott hirtelen érdekes fordulatot vesznek az események, és egy ilyen nagyon szürreális, bizarr kis városkában találja magát, és ott próbál rájönni, hogy mégis kikivel van, vagy mi az Isten történik egyáltalán. És egy kicsit ilyen incifincit, ilyen Twin Peaks-es beütése van az elején, aztán később lesznek benne nagy csavarok, de hogy egy ilyen kis feszültségektől nem mentes, érdekes, kis izgalmas sorozat ő. Nem tudom, hogy ti találkoztatok-e vele. Azzal még nem, én most próbálom magam másikból fölhozni, de azt majd később mondom. Ha van üres járatotok, akkor a Wayward Pines-t én ajánlom, azt érdemes megtekinteni, illetve a másik ilyen jó kis jelölt, ez most indult, a harmadik epizódján van túl, ha minden igaz, a Mr. Robot a USA Networkről, ahol egészen minőségi sorozatok szoktak menni, úgyhogy ezért aztán bátran ki is próbáltam. Ez egy napjainkban játszódó hackeres sorozat. És az az érdekessége, hogy általában ezek a filmek, amik ilyen hackkelésről és számítástechnikáról és ilyesmiről szólnak, valahogy ott a szaktanácsadók azok nem nagyon viszik keresztül. Mit csinálsz, Fifika? Nem tudom, hogy mit szerel. Görgetem az egeret. Hát ne görgesd ennyire. Mint egy vízimalom. Nekem még ilyen kattogós görgős egerem van. Ó. Hát először szóval mikrofont vegy, igen. A Mr. Robot, hogy hackeres, és megközelítem akkor a mondandómat a másik oldalról, mert elfelejtettem, hogy hol tartottam a mondat közepén, hogy meglepő módon életűek benne az események, a számítástechnikai tevékenységek, tehát az ilyen hacker trükkik, igyekeztek élethűre csinálni. Persze nyilvánvalóan itt is van minimális csúsztatás, meg olyan, amin az ember egy picit megcsóválja a fejét, de az összes ehhez hasonló filmekhez és sorozatokhoz képest, amiben hackerek vannak, amin úgy csóválod a fejed, hogy bazd meg, ezt nem hiszem el, ezt a zöldséget, hogy leesik a helyéről, ahhoz képest itt néha egy picit megcsóválod a fejedet, és ez is egy ilyen jó kis izgi móka lett, és ja, és kicsit hangulatában ahhoz hasonlít, tehát ami mint hogyha hackerekkel kereszteznék a Fight Clubot. Tehát ez az elnyomó társadalmi rendet akkor most majd jó megregulázzuk, és kibaszunk az összes felső 1%-beli bigyóval, és ilyesmi. Érdekes, jó pofa. Az első három része nagyon-nagyon jó volt. Merem ajánlani mindenkinek. Hát most már meg nem tudom neked mondani, de pár évvel ezelőtt, most nem tudom, hogy a Matrixban volt-e, vagy más film kapcsán botlottam bele, de pont a hackeres sztori, meg hogy mit csináltak a terminálon a játékosok a filmben, és ott végre egyszer valóban olyan
terminál parancsokat adtak be, ami életszerű volt, és ennek igazán megörültem, hogy nem valami kitalált mock-upot tettek oda, és verték a billentyűtés. Igen, az a kedvencem, amikor az első második sor fölött pötyögnek valamit, és így okádják befele a parancsokat. 10 másodpercet van. Már ha parancsot ír be, mert legtöbbször nem. Hát itt például ilyen van, azon teljesen elkerekedett a szemem, hogy basszus, ennyire igyekeznek élethűre csinálni, hogy éppen törik az egyik szervert, és akkor a csávó próbálja megnézni, mert akkor még a jó oldalon van, és hogy mi az Isten van itt, és akkor kiadja a PSAUX pipe grep root, és akkor nézi ott a process listát, és ilyesmi. Hát bazd meg, ez tényleg így van. Hát most ez nincs mit hozzáfűzni, ez ilyen. Többi futósorozattal hogy állsz most? Hát most ugye ilyen tehát a két szezon közötti, már mint a téli meg az őszi szezon közötti ilyen uborka szezon van kb. Tehát egy-két sorozat elkezdődött, de hogy még nincs az az irdatlan dömping, ami majd ősszel lesz, úgyhogy nézegetem, amik jönnek. Hát a Last Ship... Ezt akartam kérdezni. Last Ship True Detective, elkezdődött most ugye a... Jaj, mindig elfelejtem, mert annyi sorozat nézünk, hogy sosem jut eszembe. Falling Skies is elkezdődött, úgyhogy ezeket így szépen darálgatjuk itthon. Last Shipben hol jársz? Ma néztem a legújabbat. Az ötödiket? Igen, a tenger alatt járós csiki-csukit. Elszóltad magad! Én még csak a 4-nél járok. A 4-ben már van szó a tenger alatt járóról. Igen, de nem tudtam, még mindig nem tudom kitalálni, hogy ez milyen felségjel alatt futhat ez a hajó, mert van benne, aki nagyon szépen beszéli az angolt, és én azt hittem először, hogy brittek, a tenger alatt járósok. De hát brittek, Charlie, nem volt árulkodó, az az elbaszott nagy brit zászló a tenger alatt járó egyik folyosójának a falán. Na de azért mondom, hogy ez az volt, igen, amit mondasz te is, és akkor fönt a hajón, az orvosi hajón, ott pedig már nem is emlékszem, milyen nyelven beszélt, valami portugálul, ja, vagy... Ja, értem, szóval hogy ezt érted. Nem tudtam összerakni, hogy most ezt akkor mi a faszom derülni. Van. Az ötödikbe? Igen. Hát igazából már a negyedikből sejteni, hogy mi van, de az ötödikbe egyértelműen kiderül, hogy miért van ez az ellentmondás. Okay. De el is mondhatom, ha gondolom. Ennyi volt már a podcast. Sziasztok, mentem. Hello. Nem. Én pedig elkezdtem újra nézni a Babylon 5-öt. Öz kapcsolódó filmeket? Nagy filmeket. Igen. Oh. Most a lélekvadászt néztem. Hát, ez zseniális megmondani. Nagyon faszák voltak azokat, meg skubisztam én is, miután... A hosszú 90 perces igen. Közéiktatott filmek. Nagyon zsuga volt. Mondjuk azt se felejtsük el, hogy lassan jön augusztusban a Walking Deadnek a spin-offja is. Igen. Arra is kurva kíváncsi vagyok. Aminek az utolsó részét én láttam. Az utolsó részét a spin-offnak az utolsó részét, vagy? De, az Walking Deadnek. Ja, gratulálok, ülj egyes. Fizikai évad záró mágus. Igen. És aztán tudod rávágja, hogy... És mindent láttam. És azt mondja, hogy jó, hogy nem néztem meg, ez szar. Itt kellett kezdeni, ennyi. Én még a Vikingek harmadik szezon, ugye? Igen. Azt hiszem, az volt az utolsó, igen. Azt fogom majd így csendesebb napokra félretenni magamnak. Hát pedig, hogy az utolsó részben hallod, mikor leesik onnan, és nem spoilerezzük el neked. Volt egy jó pofa cikk az Indexen, hogy ezért nem készül el a Shark... Mi ez? Mondjad már. Nem Shark... Melyikben vannak a sárkányok? Game of Thrones, ezért nem készül. Valaki drónnal lefotózta a Zero-nak a villáját, és akkor pont egy ilyen hasast ugrik egy ilyen büdös nagy gumikacsára, hogy nem tudom én. Nagyon durva. Nagyon durva. Menjen vissza a Zero-géphez. Ezért nem készül el.
De egyébként róla tudni kell, hogy ő nagyon rá érősen ír, és aztán talán a második kötetet írtak meg kétszer, mert a második részt ezt így visszaadták neki, hogy na nem, tehát helyett írni kell egy másikat. Gondolom, halára keresi magát. Nem ölt meg elég főszereplőt benne, vagy esetleg túl sokat ölt meg? Tehát ez az utolsó rész, ezt nem, tehát. Na azt viszont jelvén. Akkor zárjuk le majd lassan az adást, és most nem lesznek olvasói kérdések, mert ilyen... Hogy? Hát ilyen a hangulatunk most. A Lackó Attilának próbálunk. Nem. Most a ez a punishment. Ciános torta kezdte már a málnásba hajlani. Jó, a málnás ciános is. Csak legyen az egyik oldal külön, a másik oldal a málnás. Szóval a videóba én javasolnám betenni, most legyen kettő videó plusz a kultúra, mert amit a videáról belinkeltem nektek, az a Mission Impossible 5. része Tom Cruise-zal, hát azon én a bokámat lefostam, hogy Tom Cruise tökös gyerek volt, vagy egyszerűen csak azt mondták neki, hogy lehet, hogy olcsóbb, hogyha összeszarod a gatyádat, mint hogyha a cégéit kéne dolgoztatni. Úgyhogy... Nem tudom, erre föl lehet-e készülni egyébként. Tehát, hogy szerintem... oké, hogy fejbe fölkészülsz, amikor elindul. Erre hogy a faszom? Tehát ez még a gépen belül is durva. Tehát majd a videót megnézitek. Mondta is az elején, hogy igazából éjszaka nem nagyon tudtam aludni. Igen, hogy valami olyan kontaktlencsét tettek be neki, hogy az védte a szem, kompletten a szemét, tehát nem csak azt a nézőkéjét, ahogy a hagyományos kontaktlencse, mert hogy ugye ez egy légcsavaros gép volt, nem volt, az is, és onnan mindenféle kipufogó gáz, meg az anyám kínja jött rá, úgyhogy, ja, meg azt is meg kellett oldani, írták a kommentben, hogy hát az a kibaszott nagy kamera, ez egy gömbkamera, ami mindenféle giroszkóppal volt stabilizálva, hogy hát ne legyen az, hogy az a kamera onnan leesik, és aztán Tom Cruise-t is agyon vágja. Úgyhogy ezért is lehetett idegeskedni. És mikor a gép ajtaja, hát az két ilyen kis újnyi kötél meg kábel tartja, amit majd gondolom az effektezők leszednek onnan, biztos. És hát lehet, hogy több volt, mint 45 fok az emelkedés. Hát az nagyon durva volt. Már ahogy elindult, és mikor mondták, hogy action, akkor a kocsi mellett már elment a repülőgép, és az úgy megindult, hogy csak azt nézem, hogy mikor kezd el szállni, és tényleg valahol ott a kifutópálya után egy picit az emelkedésnél már a lábai a levegőben kalimpáltak, és a cikkben benne is van, hogy bármennyire úgy látja esetleg a rendező, hogy ő be van pánikolva, most lehet, hogy csak magát védi ezzel, hogy ha úgy látjátok, hogy beszartom, akkor nem szartom be, az legyen a, hogy mondják ezt, ez a vészforgatókönyv esetére a jel, hogy a kezemmel a fejemet csapkodom. Szerintem pont úgy, mint az Orange is the New Black-ben a néger csaj, tudod? Akkor veri a fejét. Szóval, hogy ez legyen a titkos jel, mert hogyha ő azt mutatja, hogy meg van ijedve, akkor az csak a helyzet miatt csinálja direkt. Szerintem azért befigyelt a csoki a gatyába, de hát majd megnézitek, hogy ti podcast hallgatóként ezt végig tudnátok-e, végig akarnátok-e csinálni, mondjuk lehet, hogy van az a pénz, amiért korpásodna a hajam, de én nem próbálnám ki. Durva volt. A másik pedig a Man in the High Castle Official Comic Con trailer, amit berakott szerintem Mujo, mert ugye ez az Amazon Studios igen. dolog, és akkor a kultúrába pedig bevágjuk a Two Cellos-t Budapesten, hogy adjunk igen, a kultúrának is. Októberben Two Cellos koncert lesz, aki nem tudná, ő két horvát származású csellista fiatal ember, akik mindenféle népszerű dalokat dolgoznak föl kettő darab csellóra, és rendkívül népszerűek és rendkívül jók a feldolgozásaik, és ők lesznek októberben a Budapest Sportcsarnok helyett a Paplászló Sportarénában. Gondolom, akkor kollega nem gyermeke velünk zenélt. Igen? Igen. Ó, mit kérdeztél, Charlie? Gondolom, mész. Természetesen. Mint fellépő? Majdnem, hogyne. Hát tényleg nagyon kíváncsiak lennénk most már a hegedű tudásodra. Hát arra én is.
Ha lenne, nagyon meghallgatnám. Egyébként elmenne saját magához. Egyébként van hallásod? Zenei hallásod? Hát muszáj, valamennyi volt, és aztán így 3 év alatt azért fejlődget mellette, úgyhogy igen. Anélkül nehéz. Tényleg átküldhetné valamit, nem rakjuk ki, esküszöm a Facebook oldalra. Csak hogy úgy meghallgatni, hogy most milyen szinten állsz, hogy várjunk még, vagy csináltassak mással intrót. Hát figyelj, ha van ilyen elképzelésed, akkor csinált. 3 éve tanulok, úgyhogy ez összetettebb probléma a hegedülés annál, mint sem, hogy 3 év alatt értékelhető szintre el lehessen jutni, ha csak nem vagy Isten adta tehetség, ami, mint kiderült, nem vagyok. Úgyhogy... Ja, és ezt ilyenekkel mi? Próbálod kompenzálni, hogy mindenféle ilyen koncertre jársz. Hát ezek mindig nagyon inspirálóak, persze, de próbálom szorgalommal ellensúlyozni a vele született tehetség hiányát, de mivel most egy ideje, most már akusztikus hangszeren játszok, amit föl lehet venni, anélkül is, hogy mindenféle millió kábelt és számítógépet kelljen összedugdosnom, ezért lehet, hogy a kedvedért majd valamelyik gyakorlást átlövöm. De hogyha kikerül az internetes világhálózatra, akkor meglakolsz. Na, nem azért, de tényleg csak ez érdekelne, hogy ez még a szomszédok idegesítő szintje, vagy annál már talán egy fokkal jobb? Attól függ, mit gyakorlok. Tudok szomszédot is idegesíteni. Direkt és akaratlanul. Paganini, hogy megy, Krisztián? De Paganini az nem az a kategória. Akkor a Slayer-től a Raining Blood. Vagy valami hasonló klasszikus. Nem, egy-két Vivaldit azért tudok már, amit nem felejtettem el, tehát relatíve értékelhető dolgokat is tudok már csinálni, de hát mondom, ez egy hegedű tanulás, ez egy rendkívül hosszú táv. Vivaldi az jó lesz. Az elején vagyok. Melyiket nyomod? Az összes évszak már az ujjáiban van. Hú, RV299 volt, nem mond semmit, hogyha mondok ilyeneket, de majd átcsipók. Hát a 98 az nekem mondott volna valamit, de hát a 99 az annyira nem vagyok vele megbékülve. Most gyűröm életet. 98 meg a 2000 között van csak. Mondom, most gyűröm a negyedik Vivaldit, és ezzel nagyon megszenvedek, ez sokkal-sokkal trükkösebb, mint az összes többi, de majd... Lehet, hogy az kéne pedig, hogy itt letrollkodnánk téged videóval, és aztán kiraknánk a YouTube-ra, és olyan sztár lennél, mint az a magyar zongorista gyerek, aki földolgozta a Michael Jacksonnak a nem tudom már melyik számát. És aztán nem. Milliós nézettség, látom már magam előtt, monetizálunk, pörögnek a dollármilliók, veszed az új hangszereket. Nem hiszem, hogy egy lapon már most mondom, hogy én YouTube sztárt faragnék belőled, minden ujjadra egy ilyen gyűrű vibrátort húznék, amivel fogod a húrokat. A sztárt csinálsz belőlem. Érted azt a rezegtetést, amit úgy tudnál csinálni? Hát ez zseniális. Szerintem. Most zárjuk be szerintem a podcast kiskapuját. Ennél lejjebb nincs. Hát így láttam a Krisztián fejében, azért megindult a... Tudod, a cigány gyerek is azt csinálja, hogy nem tudja lefogni a hangot, de ott van valahol. Tehát úgy mozgatja az ujját, hogy ha akarod, akkor meghallod, hogy ott van. Nem, az a vibrátó nevezetű technika, amire én valószínűleg még éveket fogok várni, mire fölüti azt a fejezetet a tanárom. De hogy az lehet direkt is ám, sőt, direkt nagyon nehéz. Na de mindegy, tényleg rekesszük, de mert ez már annyira off, hogy jaj, szétoffoljuk saját magunkat. Hát próbálunk itt beléd lelket önteni, de... Nem kell lelkesedésem, az van rengeteg, inkább időm van kevesebb sorozatot kéne nézni, basszus. De hát akkor miről beszéljek a következő adásban? Ezek a dilemmák, ezek az állandó dilemmák. Az egyensúly, a balanszt találd meg, Krisztián. Menj el a Dagoba rendszerbe egy-két hétre. Okay. Hát vagy minimum a Plutóra. Vagy minimum a Plutóra. Mert hogy tegnap volt a Plutó nagy napja, én beütöttem a Google-be, és azonnal a Plutó kutya került az első 5 találat közé. Köszönjük szépen. De egyébként igen, tehát annyit akartam, még ez ma az eszembe volt, hogy a Plutóról annyit kell tudni, a magáról az egész New Horizon küldetésről, hogy a NASA
és egyébként a csillagászok véleménye szerint most ezzel a küldetéssel zárul le a naprendszer kutatása. Tehát most már nincs olyan bolygó, amelyikről ne lenne közeli fel. Kérdés, a Pluto az most bolygó, vagy nem bolygó? Mert visszaminősítették, nincs akkora, mint a Holdunk, ne viccelj. Tehát az a törpe bolygó kategória a Pluto. Sajnos, bár ugye az ember, nem, a bolygójogi mozgalom tüntetett azért elég sokat azért, hogy legyen újra bolygó a Plutó, de nem. Tehát Uranus, Neptunus, hello, nincs Plutó. Illetve akkor nem tartozik. Plutónál van a per naprendszer. Ja, hát a Plutót azt tudod minek becézik. Minek? Plutónium. Jaj. Tényleg húzzuk be ezt a kurva réglit az ajtón, mert ennél nem lesz lejjebb. És szerintem én megvétózom azt, hogy bármi legyen az adás címében a Plutóból, mert ez botrány, inkább a macska. Hát jó, de nem nyávogott eleget az a fránya macska. Nem, mert ez így jajong, ez a rohadék. Tehát... Hát akkor legyen macska jaj, mert egyébként meg macskánk még nem volt az adásban. Volt egy kis papagáj az elején, de az elejét a macska jaj. Így van, kutya, az több is. Sőt, hát szegény tapikánk, ugye mi sorozatunkban kezdte pályafutását, azóta már sajnos nem él, de minden kutya meg van örökítve a podcastbe. Azt hittem, hogy a macskát akarod ezzel fenyegetni, hogy téged is megemlítettünk, te is meg fogsz dögleni. Én is meg vagyok. Hát nem te, a macska. Jó. Ezt majd elmagyarázom neki, hogyha bezártok a podcastet. Jó, akkor még így búcsúzóul kívánjunk hatalmas sikert a Gőzlérgárdának szombatra, a Légion Rára, hajrá Andor, hajrá Gőzlérek! Go, 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 go! Fussatok! Értünk is! Fussatok, bolondok! Fussatok, értünk is. Én például felajánlok fél kiló testsúlycsökkentést a szombati napon. Nem fogok enni csak dinnyét. Én felajánlom, hogy gondolok rátok, Andor. De keményen. Krisztián megint milyen magamista, ő semmit nem ajánlott föl. De elment üdülni, vagy nem tudom, mit csinál. Igen, én értetek fogok üdülni. Jó. Tiszta felüdülés volt veletek ez az este. Jó, jövő héten te még üdülsz, vagy podcastelünk? Podcastelhetünk, szerdán már jövök vissza, úgyhogy abszolút itt leszek időben. Zsír! Jó, akkor a macskajaj után behúzzuk a riglit. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Nektek, hogy beszélgettünk, a többieknek, hogy meghallgatták. Sziasztok! Sziasztok, egy élmény volt megint. Köszi, sziasztok!